Jó estét kívánok, ezek mind jönnek, de az Irakban állomásozó magyar kontingenssel kezdünk. A stúdióban Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán ott, hogy mikor tartották a legutóbbi egyeztetést az Irakban lévő magyar katonák sorsáról, helyzetéről. Gondolom, hogy most viszonylag rövid időnként áttekintik, hogy mi változik. Ez teljesen folyamatos, tehát mind a Magyar Honvédség, mind pedig a Honvédelmi Minisztérium. Együtt egyébként a Külgazdasági és Külügyminisztérium szakértővel folyamatosan tartja a kapcsolatot az Irakban szolgáló katonák parancsnokságával és a nemzetközi parancsnoksággal is, tehát a NATO parancsnoksággal, illetve a globális koalíció parancsnoksággal. És nem változott a te helyzet tegnap óta. Ilyenkor mit mérlegelnek? Milyen szempontokra vannak tekintette, hogy hazahívni őket, vagy pedig maradni? Hát itt több forgatókönyv van. Egyrészt az ottani parancsnokság rendel el különböző fokozatokat a veszélyesség tekintetében, és mindegyik fokozatnak megvan a nemzeti forgatókönyve is, és megvan a parancsnokságnak is a forgatókönyve, mikor kell egyéni felszereléssel ellátni a katonákat, mikor kell korlátozni a táboron kívüli mozgást, vagy már a táboron belüli mozgást is, akár bunkerbe elvinni őket, akár átszállítani egy másik helyre. Tehát ezek mind-mind élő forgatókönyvek. Úgy egyébként, ahogy ezt az amerikai filmekben is látjuk, amelyek a közel-keleti háborúról szólnak. A katonákat mondott, amennyire én tudom, ők nem harcoló alakulatok, ugye? Tehát nekik alapvetően kiképzési feladataik vannak. Így van, tehát a magyar katonák, ez a közel 200 fő, aki egyébként ebben a misszióban, mindkét misszióban részt vesz, ők kiképzéssel foglalkoznak, és de akkor ők képesek megvédeni magukat, hogyha nem harcoló katonák? Hát egy olyan övezetbe mentek, ahol, hogyha szükséges, akkor meg kell védeni magukat, de egyébként konkrétan védelmi feladatokat is ellátnak, mert őrzésvédéssel, tehát a tábor őrzésvédésével foglalkoznak, illetve csapatkísérő feladatokat is ellátnak a magyar katonák. Most ehhez képest, hogyha jól tudom, egy bunkerben vannak, ugye? Az volt az utasítás, hogy vonuljanak fedezékbe, így van? Hát azt pontosan nem tudom megmondani, hogy mi a helyzet, de volt természetesen bunker alkalmazás azután, miután megtörtént a támadás. Ön ma egy megemlékezésen azt nyilatkozta, hogy a magyar katonák sohasem áldozhatók fel idegen nagyhatalmi érdekek oltárán, de ebből nem az következik, hogy akkor azonnal haza kéne őket hozni? Hát itt nem idegen érdekeket szolgálnak a magyar katonák, hanem magyar érdekeket szolgálnak. Egyrészt tagjai vagyunk a NATO-nak. Ez a világ legsikeresebb, legerősebb önvédelmi szervezete, ha úgy tetszik. És a NATO különböző missziókat ellát. De nem csak a NATO, hanem az Európai Unió, vagy pedig egész egyszerűen ugye a Washingtoni koalíció, amelyik a globális koalíció, amelyik Irakban szolgál, az nem a NATO által lett szervezve, hanem az Egyesült Államok által, és ott 81 ország jelentkezett, 72 vesz részt jelenleg ebben a koalícióban különböző feladatokkal. Ugye itt mindenki látta, hogy Irak az egy olyan veszélyes területe a világnak, egy olyan forpontja a világnak, ha úgy tetszik, egy olyan bizonytalan pontja a világnak, ami nem maradhat így. És az iraki kormány, amelyet az iraki nép ott megválasztott, az döntött abban a tekintetben, hogy szeretné, hogyha ez a koalíció, illetve a NATO különböző műveletekben részt venni. És ezeknek a műveleteknek az a célja, hogy stabilitást hozzon az ország életében. Tehát akkor ez egy politikailag, gazdaságilag, hogy ott vagyunk? Ha úgy tetszik, egy szövetségesi kötelezettség, de ez önként... Azt a miniszter úr, hogy egy kétoldalú megállapodás van a magyar kormány és az iraki kormány. Önként vállalt szövetségesi kötelezettség, tehát arról az oldalról, hogy a szövetség meghív, és a magyar parlament megfelelő vita után a magyar kormány előterjesztésére dönt abban, hogy mi részt szeretnénk venni, ennek van még egy másik oldala, mert az iraki kormány meghívása is szükséges, és az iraki kormánynak, meg a magyar kormánynak pedig egy nemzetközi szerződést kell kötni arról, hogy magyar katonák szolgálhatnak Irakban. Tehát a miniszter úr erre célzott. És ennek a felmondása az a két kormányra, a parlamentre, illetve a különböző mozgásoknak a meghatározás az rájuk vonatkozik. Ezért van az, hogy a koalíció egyes tagjai, akik úgy gondolták, hogy a műveleti biztonságot avval szolgálják, ha ott hagyják a tábort, néhányan ugye elmentek. Hát ott Szlovákiában pont érdekes a helyzet, mert egy nagyon nagy vita volt a kormány meg a parlament között, a honvédelmi miniszter meg az ellenzék között, tehát ott azért egy belpolitikai csata ment, és belülre üzent mindenki egyébként. De azért átcsoportosítottak szerintem a németek is, meg maga a NATO is. Tehát azért nem mindenki maradt pontosan ugyanabban a pozícióban, mint átcsoportosításokról én nem beszélnék feltétlenül, és nem biztos, hogy ennek az akciónak a következtében történtek meg az átcsoportosítások. sok mozgás mindig van, átcsoportosítás mindig van, hiszen ez nem egy statikus műveleti pont, hanem egy dinamikus műveleti pont, és a katonák ott vesznek részt a feladatoknak a végrehajtásában, a műveletek végrehajtásában, ahova vezényli őket egyébként az ottani parancsnokság. Miniszter úr azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy a magyar kormány, a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium teljes mértékben felkészült arra, hogy továbbra is szavatolja az iraki misszióban résztvevő magyar honvédek biztonságát. Tessék mondani, hogy lehet teljes mértékben szavatolni a biztonságot gyakorlatilag háborús övezetben? A helyzetnek megfelelően miniszterelnök úr, amit tegnap mondott a sajtótájékoztatón, hogy ott fegyveres szolgálatot látnak el, és ahhoz képest teljes egészében felkészültünk arra, hogy minden eszközzel ellássuk. Ezek a katonák el vannak látva a legkorszerűbb fegyverekkel, a legmodernebb fegyverekkel, olyan málhával, amely alkalmas arra, hogy azokat a védőfelszereléseket, amelyeket tartalmaz, az egyéni védőfelszereléseket, közös védőfelszereléseket tudják használni. Ki vannak képezve a katonák az önvédelemre, és ennek is köszönhető többek közt, hogy a magyar katonáknak a hajaszála se görbült ezen a veszélyes területen. Tehát ők ugyan trénerek, bár lehet, hogy ez egy civil, nem pontos megfogalmazás. Szerintem nagyon találó megfogalmazás. De mégis ki vannak képezve például közelharcra? Ők katonák. Tehát nem kirándulni mentek el Irakba, hanem egy katonai missziónak a tagjai, egy nemzetközi katonamissziónak a tagjai, ráadásul olyan tagjai, akik tisztában vannak vele, hogy sok-sok ezer kilométerre magyar érdeket szolgálnak, hiszen Magyarországnak érdeke az, hogy stabilizálódjon a Közel-Kelet, vagy annak egy része, hogy ne induljanak el a bevándorlók Európa felé, ne szállják meg a Nyugat-Balkánt, a Nyugat-Balkánról pedig ne induljanak a magyar kerítés felé, ez egy nagyon, nagyon fontos érdek ebben a tekintetben. A másik ehhez kapcsolódó érdek, hogy az ottani terrorista központot, az iszlám államot, például a globális koalíció ugye ezt határozta meg, tehát mi is decemberben ezért hagytuk jóvá még 2 évre, hogy magyar katonát részt vegyen, az iszlám államot teljes egészében fel kell számolni. Mikor lesz esedékes a váltás? Egyébként ez valahogy február talán? Igen, esedékes lesz a váltás, tehát ugye váltásban mennek a magyar katonák, pontos dátumot azt nem mondhatok, illetve nem is tudok mondani. De hogy lesz folytatás, akkor az egészen biztos. Természetesen a magyar katonák azokat a feladatokat, amivel megbízták őket, amilyen műveleteket meghatározott nekik a nemzetközi parancsnokság, azokat végzik. Tessék mondani, minek kell ahhoz történnie, hogy másként döntsenek, nevezetesen úgy, hogy visszahívják őket, hogy hazahozzák a magyar katonát? Az egy nagyon veszélyes helyzet, akkor a legfontosabbnak mi a katonáknak a személyi és műveleti és az egész művelet biztonságát tartjuk. Ha a katonák annyira veszélyeztetett lesz a katonák helyzete. Rakétával lőtték őket, hát ennél ezeket elemzik, tehát ezeket elemzik, ugye jól látszik, hogy ennél a rakétatámadásnál, meg ugye az elemzőknél is látjuk, hogy ez inkább egy ilyen ijesztegetésszerű volt. Állam bejött volna. Igen, de ön nem katona. De ő nem katona, és ha ön Irakba megy, akkor gondolom a mezopotámiai kultúrát, vagy pedig az arab kultúrát szeretné ott megnézni, Bagdadot és a környékét, hogy ebben is gyarapítsa a tudását, meg a jólétét, de itt ezek a katonák pont azért mentek oda, hogy békét teremtsenek, ezt a békét fenntartsák, hogy onnan kiszorítsák azokat az elemeket, amelyek terrorista cselekményekben gondolkodnak. Mi a helyzet a magyar civilekkel? Ugye nem csak katonák vannak ott, ezzel foglalkoznak-e meg, hogy mi az álláspont most? Hát természetesen ugye van egy nagykövetünk, aki most nincs kint, a brit nagykövetségen van egyébként, a brit nagykövetség azt kérte, hogy most ne menjen, de egyébként is a szabadságát tölti itthon. Hát a brit nagykövetség úgy ítélte meg, hogy a magyar nagykövet veszélybe van. Nem úgy ítélte meg, csak azt gondolta, hogy most ebben a helyzetben nem kell kimenni. Tehát tehát ez a diplomáciai csatornákon mindig a legoptimálisabb helyzetet állítják be. Tehát hogyha minél többen vannak ott, akkor minél több emberről kell gondoskodni. Azoknak a biztonságát kell megszervezni. És ha nincs ott, abból nem lehet baj. Van, és Erbilben is vannak egyébként magyar civilek. Nem nagy számban vannak egyébként. Régebben nagyobb számban voltak, hiszen ott volt egy MOL telephely, de az már nincs. Hogyha mégiscsak ki kell üríteni Erbilt és a magyar támaszpontot, akkor van-e szállítóeszköz, amivel természetesen a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében, amikor arról határoztunk, hogy ennek a programnak a Magyar Honvédség képességnövelését, a 21. századi képességek megteremtését, újraélesztését kell szolgálnia, akkor az úgynevezett csapatszállító képességet is megteremtettük. Mind a helikopterek, mind a repülők részéről, ezt úgy szokták mondani, hogy forgószárnyas, merevszárnyas részről, ez a két A319-es, illetve a kettő Falcon 7X gépről van szó, mindegyik rendelkezésre áll, és adott esetben bevethetőek. A gép az rendelkezésre áll, csak rendelkezésre áll rajta az a technika, amivel ezek nem civil gépnek szállítanak. A technika is rendelkezésre áll benne, és a személyzet is rendelkezésre áll, és természetesen azok a különleges erők, amelyek egy esetleges kimenekítésnél kell, hogy segítsenek, illetve kell, hogy biztosítsák a személyi biztonságot, azok is rendelkezésre állnak. Civileket is önök hoznák haza, vagy az a tech dolga lenne, ha úgy adódik? Az a művelettől függ. Tehát, hogyha működik, tehát ha van egy döntés a műveletben, akkor ezt bármelyik fél megteheti, de nyilván a technek a kötelessége ez. Mi van akkor, hogyha légtérzár van? Tehát a légiút nem működik. Arra felkészültek-e, hogy szárazföldi út? Természetesen megvannak ezek a forgatókönyvek is, és erről is tájékoztattuk egyébként tegnap még az ellenzéki képviselőket is. Igen, ott meglehetősen ők elégedetten nyilatkoztak a tájékoztató után, és azt mondták, hogy tulajdonképpen, minthogyha változott volna a párbeszédnek a hangulata. Jelenti ez azt, ők nagyon régóta panaszkodnak arról, hogy a honvédségi beszerzésekről nem kapnak információt. Tehát nem tudják, hogy mennyiért, mit és mire költi az adófizetők pénzét. Nem igaz, mert ezt a hétköznapi emberek is tudják. Megcsináltuk ugye tavaly májusban a Honvédelmi Nap környékén egy 3 napos rendezvényen Budaörsön bemutattuk az összes beszerzett technikai eszközt, még bele is lehetett mászni. Tehát a Bundeswehr idehozott egy olyan Leopard harckocsit, ami a világ legmodernebb harckocsi, és azt saját meg lehetett tapogatni, bebújtak a gyerekek, teljes felszereléssel állt rendelkezésre, és mindenki megkapta azt a tájékoztatást, például egy ilyen harckocsi az mibe kerül, mennyiért lehetett megvenni, miért vettünk ennyit, miért volt szükség ekkora ilyen típusú fejlesztésre. Én azt gondolom, hogy a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság, a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, de még gyakran a Külügyi Bizottság ülésén is a Magyar Honvédség jövőjét érintő fejlesztések, akár a személyi fejlesztéseket, a toborzást, a kiképzést, az egyéni felszereléssel való ellátmányozást, akár pedig a technikai fejlesztést, azt mindig lehet tárgyalni, és mindig minden kérdésre megkapják a választ. Azokra a kérdésekre is egyébként, amelyet nyílt ülésen, vagy a közönség előtt nem tudunk tárgyalni, egy országgyűlési képviselő arra is jogosult, hogy ilyen típusú kérdéseket tegyen föl zárt ülésen. De az ülést nem hívták össze? Hát akkor még nem hívták össze? Azért nem, mert a Kósa elnök úr nem kapott olyan kérést, hogy összehívja ezt az ülést. Tehát a sajtóban való üzengetés az nem alapja egy olyan bizottság összehívásának, amely határozatokat képes hozni. Viszont azonnal intézkedett arról, hogy a bizottság tagjait még másnap reggel, tehát tegnap reggel. Ugye tegnap előttről van ez a műsor, igen, hogy megüzenték neki, hogy de most aztán azonnal. Ő mondta, hogy hát ezt nem így szokták csinálni, illetve nem így írja elő az országgyűlésnek a házszabálya. Tehát hivatalos, az alaki követelményeknek megfelelő előterjesztést, nem tudom, javaslatot nem kapott Kósa elnök úr? Nem kapott az elnök úr, viszont azonnal reggel 8 órára pedig az összes képviselőt meghívta, hogy részt vegyen egy együttes ülésen a honvédelmi miniszterrel, illetve a parancsnok helyettessel. Maga a helyzet egyébként nem indokolta volna azt, hogy hívják össze a honvédelmi bizottságot? Azt az elnök dönti el, hogy van-e már olyan állapotban, tehát van-e annyi információ. Ugyanis az elején nem érdemes összerángatni politikusokat, mert úgyse tudnak mit csinálni. Tehát nincs a kezében olyan lehetőség a jog által, hogy ő ott olyan döntést hozzon, ami hasznossá válik az iraki katonák számára. Ez a döntéshozatal, ez a honvédelmi miniszter, a kormányfő és a parancsnok kezében van. Tehát ők azok, akik rögtön intézkedtek ebben az ügyben. Én csak azt szeretném mondani, hogy olyan gyors intézkedés volt, hogy értem, autót küldtek hajnalban, amikor ez megtörtént. Azt mondja még röviden, kérem, hogy mi a helyzet a déli határon. A napokban azt olvastam, hogy katonákat vezényeltek le. Ugye? Igen, gyakorlatilag január 6-ától egy új állapot van a közös akaratban, mármint ennek a műveletnek a levezénylésében kétszeresére kellett emelni a katonák számát, hiszen azt tapasztaltuk november, december és január elején, hogy óriásira megnőtt a forgalom. Tehát óriási a nyomás a magyar határon. Katonák és aránya emelkedett kétszeresére, vagy a személyi állomány megduplázódott? A katonákat kellett megduplázni. Nem azért, mert kevés a rendőr? Nem, abszolút nem azért, mert kevés a rendőr. Több rendőr van egyébként levezényelve, tehát megfelelő, hiszen egy rendőr, egy katona párba mennek. A katonákat ugye nyilvánvaló azért kell bejelenteni, mert az egy különleges helyzet, amikor katonák részt vesznek. Ez a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, ez amelyik ezt lehetővé teszi, hogy magyar honvédek határőrizeti feladatokat lássanak el, járőr feladatokat többek között, de egyébként nem csak járőr, hanem a speciális honvédségi képességek, felderítés, helikopteres felderítés, demonstráció, rohamcsónak a különböző folyókon, ez most a két folyón, illetve két csatornán is ott vannak, hiszen ott tapasztaltunk nagyobb mozgást. Államtitkár úr, köszönöm, hogy beszélgetett velem. Én köszönöm a lehetőséget.